Képviselő testületi ülést tartottak Tolnán. A Pelszófer Ágnes polgármester elmondta, több beszámolót is elfogadott a város vezetés, például a helyi értéktár munkájáról szóló jelentést. Szerencsére mindig vannak új értékek, akár épített, akár másfajta értéke a városnak, ami ebbe az értéktárba bekerül, és nagyon köszönjük a munkájukat, nekik is és a háló alapítványnak is. Aztán nagyon sok ilyen technikai szavazás történt, gyakorlatilag jóvá hagytuk azt, hogy a két háziorvos és egy fogorvos tekintetében a működési engedélyüket módosítják. Részben egy fogorvos rendelési időt módosított, másik két háziorvos esetében pedig helyettesítő orvosokról döntöttünk. Aztán döntöttünk arról is, hogy elfogadjuk a Zovoda új SMS-ét, de itt is csak egy technikai dolog került tulajdonképpen be. A diabéteses gyerekek gondozása is meg kell, hogy oldja az óvoda, és óvópedagógusokat képeznek ki arra, hogy cukorbeteg gyerekeket gondozzanak az óvodákban is. Tehát még egyszer, nagyon sok ilyen technikai jellegű szavazás volt. Továbbá kérelem érkezett a várostelepülés rendezési tervének átdolgozására. Újra szeretnének napelemparkot építeni a város közigazgatási területén. Ezt itt kérték, hogy módosítjuk a művelési ágat, hogy lehetőség legyen arra, hogy oda napelemparkokat építsenek. Három esetében ezt javasoltuk, a negyedikben nem, mert hogy korábban már döntöttünk arról, hogy a Gém utca meghosszabbítása a hatos számú főúttal az egy terv a város tekintetében, és a tervezés van folyamatban. Jelenlegi rendezési terv szerint ez a tervezett nyomvonal érinti az egyik telket, tehát oda nem engedélyeztük, hogy napelemparkot létesítsenek, de a többi esetében igen. Aztán szó volt arról is, hogy módosítottuk a város költségvetési rendeletét, de itt tulajdonképpen a régi döntéseket emeltük be. Ez is igaziból egy technikai szavazás volt. Egyetlen egy új dolog került bele, a hivatal informatikai eszköz beszerzése. Nagyon elavultak a gépek a hivatalban, és sokszor érzik itt a kollégák is, és a külső szervek is, akikkel nagyon sok esetben elektronikusan tartjuk a kapcsolatot, hogy az informatikai rendszerünk ezt nem bírja. Úgyhogy nagyon régóta nem áldoztunk erre, de most muszáj, tehát egy bruttó 10 millió forintot különítettünk el a költségvetésben arra, hogy a hivatal informatikai eszközeit fejlesszük, és itt nem csak gép vásárlásáról, hanem licenszek vásárlásáról, illetve a szerver fejlesztéséről is szó van. A képviselő testület döntött arról is, hogy meghosszabbítják a Fácánkerti Vadásztársasággal kötött bérleti szerződést. Az ő kérésükre a Rozmájertó környékén van egy terület, amit már nagyon régóta bérelnek, lejárt a bérleti szerződés, és most újra arról döntött a képviselő testület, hogy a továbbiakban is ezt bérbe adjuk az egyesületnek. Tolnaváros sportkoncepciója is módosult. Itt is technikai módosítások kerültek be. Például bekerült az is, hogy akinek tartozása van az önkormányzat vagy intézménye felé, mondjuk bérleti díj tartozása, az nem kaphat támogatást, vagy kikerült az, hogy az egyik intézményünk bérbe adja az intézménynek, vagy más intézménynek a sportlétesítményt. Ezt nem tartottuk fontosnak, hogy benne legyen a hosszú távú sportkoncepcióba. Tehát a koncepciót igyekeztünk a valósághoz igazítani, és ebben is szerencsére egyhangú döntés született, úgy, mint egyébként ez megszokott, és én nagyon köszönöm a képviselőtársaimnak ezúton is, hogy mindannyian konstruktívan állnak a képviselőtestületi munkához. Tehát nagyon hálás vagyok azért, hogy az előtest terjesztéseink során sosem politikai vita, hanem mindig szakmai vita merül fel, és ezeket is minden alkalommal meg tudjuk beszélni. De gyakorlatilag minden előterjesztést 11 igen szavazattal fogadtunk el.